Az Aranybulla könyvtárban Bakony István irodalomtörténész moderálásával mutatták be Petőc András, József Attila és Márai Sándor díjas költő a Folyó felett címmel összegyűjtött verseit. A nagyévű diskurzusban a versbarátok megismerhették a költő pályaívét és az összegyűjtött versek történetét egyaránt. Meggyőződésem, hogy utóbbi évtizedek egyik legkiemelkedőbb költői teljesítmény fűződik Petőc András nevéhez. Hozzáteszem, nem csak lírai, hanem a prózai életmű is rendkívül fontos, de most itt a versekről esik szó, hiszen ez a több mint 1000 oldalas kötet a elmúlt évtizedek termését tartalmazza. Ez azt is jelenti egyben, hogy rendkívül termékeny a költő. Ráadásul itt van a legújabb, már a összegyűjtött verses kötet után megjelent kötete is, tehát folyik tovább is ez a vers folyam, ami számomra rendkívül fontos. A beszélgetésből kiderült, hogy a rendkívül sokoldalú költő az 1980-as évek elején indult irodalmi pályafutása során minden versműfajban és versformában kipróbálta már magát, a klasszikustól az avantgárd költészeten át a képversig, sőt időnként más költők állarcát is felveszi, hiszen különböző költői álneveken ír. Bizonyos értelemben nagy kihívás, mert össze kell szedni mindazt, amit az ember az elmúlt 41-2 évben csinált. Tehát ez kihívás. Én az a típusú szerző vagyok, aki nem változtatok. Tudatosan nem változtatok a szövegeken, tehát nem az történik, hogy mondjuk 40 év távlatából most újraírom a 40 évvel ezelőtti verseket. A kötet a párja 2018-ban megjelent Konkrét című albumnak, amely elsősorban a költő vizuális verseit mutatta be, a mostani pedig a hagyományosabbnak mondható költeményeket foglalja magában. Érdekesség, hogy az 1111 oldalas könyvben helyet kaptak az álnéven írt munkák és a gyerekeknek írt versek egyaránt.